Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az egyenletekről tanulunk. Mai leckénkben a valódi törtek szorzásával és osztásával kapcsolatos feladatokat oldunk meg. Nézzük az első feladatunkat. 6, 35 szorozva x-el egyenlő 9, 55 -öd. Az egyenlet megoldás halmazát segédegyenlet segítségével keressük, ennek a lényegnek a módszere abból áll, hogy olyan műveletet, amelyet a feladatban is szerepel, nagyon egyszerű számokkal helyettesítünk. Ha mi esetünkben a feladatunkban egy szorzás található, írjunk fel az egyenlet fölé egy nagyon egyszerű szorzatot, legyen ez akár a 2x3 egyenlő 6. Nézzük, mi lesz az ismeretlen. Tehát az ismeretlennek a 3-as felel meg a mi segédletünkben. Hogyan kapunk 3-at, ha van egy 6 és egy 2 Hát nagyon egyszerű a válasz: a 6 el kell osztani kettővel. Ugyanezt tesszük az eredeti egyenletünkkel is, vagyis a 6-os alatt található törtet, ez a 955 öd el kell osztanunk a kettes alatt található törtel, ez pedig a 635-öt. Törtet, Törtet-törtel úgy osztunk, hogy számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel, ha ez lehetséges, ha nem, akkor át kell alakítani szorzattá, és ezt tesszük ebben a példában is. Az átalakítás folyamata a következő. Az első törtet lemásoljuk, tehát 9.55-öd. Az osztás helyett szorzást írunk, és a második törtnek veszem a reciprok értékét, ami azt jelenti, hogy számlálót is nevezőt megcserélem, ez lesz a 35.6-od. Így már összeszorozhatom ezt a két törtet, viszont előtte érdemes leellenőrizni, lehet-e valamit egyszerűsíteni. A válaszunk igen, hiszen ha elindulunk az egyik ágon, 9 és 6, mindkét számozható 3-mal. 9-ben a 3 megvan 3-szor, 6-ban a 3 pedig megvan kétszer. A másik ágon olyan számokat látunk, amelyek 5-ösre végződnek, így biztos, hogy oszthatók 5-tel. 55-ben az 5 megvan 11-szer, míg 35-ben az 5 megvan 7-szer. Mivel tovább nem tudok egyszerűsíteni, marad az, hogy összeszorzom a két számlálót, 3 x 7 az 21, illetve a két nevezőt, 11 x 2 az 22. Ennek az egyenletnek a megoldása tehát x egyenlő 21 22 -ed. Azért ellenőrizzük le, hogy helyes -e ez a megoldás. Az ellenőrzés abból áll, hogy az eredeti feladatba x helyére behelytesítjük a megoldást, vagyis a 21 22 edet így akkor ellenőrzésként írhatjuk 635-öd szorozva. x et most írom a 21-22-et, és leellenőrizzük, hogy ez a szorzat tényleg 955 öt ad-e. Nézzük, mit tudunk egyszerűsíteni. Az egyik ágon a 6-ot és a 22-t, mivel mindkét szám páros, el tudom kettővel osztani. 6-ban a 2 megvan 3-szor, 22-ben a 2 pedig 11-szer a másik ágon 35 és 21, mindkét számozható 7-tel, 35-ben a 7 megvan 5-ször, míg 21-ben a 7 megvan 3-szor. Tovább nem tudok egyszerűsíteni, összeszorzom a számlálókat, 3 x 3 az 9, összeszorzom most a nevezőket, 5 x 11 az 55, és tényleg látható, hogy ez egyenlő, a feladatban is szereplő 9 55 -öddel. Miután leellenőriztük az első feladatunkat, vágjunk bele a másodikba, ami a következőképpen szól. x osztva 25-33-dal egyenlő 22 65 -d. Hasonlóképpen, mint az eddigi feladatoknál, írjunk fel egy nagyon egyszerű osztást, hiszen ebben a feladatban egy osztás szerepel, legyen az a 6 osztva 2-vel egyenlő 3. Az ismeretlenem az x, vagyis a segédletben a 6-os, Kérdezzük, hogyan kapunk 6-ot, ha van egy kettesünk és egy hármasunk. Hát ezt a két számot össze kell szorozni. Ugyanígy számoljuk az ismeretlen x-et is. A 2533-ot és a 2265-öt összeszorozzuk, teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben, hiszen a szorzatra érvényes a felcserélhetőség. A szorzás elvégzése előtt próbáljunk meg egyszerűsíteni, Vegyük észre, hogy az egyik ágon a 22 és a 33 mind kétszámozható 11-jel, 22-nél kétszer, 33-nál pedig háromszor. A másik ágon lévő számokat 65 és 25 öttel tudom egyszerűsíteni. A 65 esetében megvan benne 13-szor, esetleg a 65-t felbonthatjuk 50-re és 15-re, 50-ben 10-szer, 15-ször 3-szor, tehát így kapjuk meg a 13-at. 25-ben az 5 pedig megvan 5-ször. Már csak az marad, hogy összeszorozzuk két számlálót, 2 5 az 10, illetve a két nevezőt, 3 szor 13 az 39. Tehát az egyenletünk megoldása 10 per 39. Ellenőrizzük le, x helyébe, helytesítsük vissza a most kapott eredményt, tehát a 10 39 et ezt osszuk el 25 33 és ellenőrizzük le, hogy ez a hányados tényleg 22-65-öt ad-e. Az osztást alakítsuk át szorzattá, ami azt jelenti, hogy az első törtet lemásolom, majd ezt megszorzom a második tölt reciprok értékével, vagyis 33-25-öddel. Nézzük az egyszerűsítést. 10 és 25-öt el tudom őket osztani 5-tel. 10-ben az 5 megvan kétszer, 25-ben az 5 megvan 5-ször. A másik a 39-et és a 33-at 3-mal tudom egyszerűsíteni, 39-ben a 3 megvan 13-szor, 33-ban pedig 11-szer. Ha összeszorzom a két számlálót, 2x11 az 22-t ad, összeszózom a két nevezőt, 5 13 pedig 65-öt, és igen, láthatjuk, hogy ez megegyezik a hányadosunk értékével, vagyis a 2265-öttel. Nézzük leckénk harmadik feladatát, melyben úgy szintén egy osztás szerepel, azzal a különbséggel, hogy az ismeretlenünk most az osztó helyén található. Ugyanúgy segítségül egy osztást írjunk föl, lehet az előző feladatban is használt, 6 osztva 3-mal egyenlő 2. Amint már említettem, az osztót keressük, vagyis a 3-at, és a 3-at úgy kapjuk meg, hogy ha 6-ot elosztom 2-vel. Ugyanígy számolom az ismeretlen x-et is, a 6-os alatt található tört az a 24-35-öd, ezt kell, hogy elosszam, a 2-es alatt található törtel, vagyis a 32-49-eddel. Az osztást átalakítom szorzattá, az első törtet csak lemásoljuk, 24 35 szorozva, a második törtnek a reciprok értékével, ez pedig a 49-32-ed. És nézzük akkor az egyszerűsítést. Az egyik ágon a 24 és a 32, észrevehetjük, hogy oszthatok 2-vel is, 4-jel is, 8-al is, így akkor a legnagyobb osztóval osztom, vagyis 8-al. 24-ben a 8 megvan háromszor, 32-ben pedig négyszer. Nem probléma, ha nem veszük rögtön észre, hogy osztható 8-szal, nyugodtan, ha kell, több lépésben is elvégezhetjük az egyszerűsítést. A másik ágon lévő számok, 35 és 49, mindkét számozható 7-tel, 35-ben a 7 megvan 5-ször, 49-ben pedig 7-szer. Már csak annyi maradt, hogy összeszorozzuk a számlálókat, 3 x 7 az 21, illetve a nevezőket 5 x 4 az 20. Mivel a számláló nagyobb, mint a nevező, ezért az eredményünk átalakítható még vegyes tört alakban. 21-ben a 20 megvan egyszer, tehát ez 1 egész lesz, a maradék 1, a nevezőt pedig átmásolom, tehát a végeredményem 1 egész és 1 huszad. Ellenőrizzük le az egyenletünk helyességét, úgy, hogy az eredeti feladatba x helyébe behelyettesítjük az eredményünket, az 1,120-ot, illetve annak áltört formáját a 21 húszadot. Nézzük a feladatunkat, tehát az ellenőrzést. 24,35-öt el kell osztanunk a 21 addal és leellenőrizzük, hogy ez a hányados 32,49-et ad-e az osztást átalakítjuk szorzattá, vagyis az első törtet lemásolom, osztás helyett szorzást írok, és a 21 20 nak veszem a reciprok értékét, az a 20-21-ed. A bal oldalon próbáljuk meg egyszerűsíteni, észrevehetjük, hogy az egyik ágon a 24 is, és a 21 is osztható 3-mal, 24-ben a 3 megvan 8-szor, 21-ben pedig 7-szer. A másik ágon lévő számokat el tudom osztani 5-tel, 35-ben az 5 megvan 7-szer, 20-ban az 5 pedig 4-szer. És ha most összeszorzom a két számlálót, 8 x 4 az 32, a két nevezőt, 7 x 7 az 49, és igen, a 32-49-et pontosan megegyezik a feladatban szereplő hányadossal, így tehát helyesen oldottuk meg az egyenletet. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!